Enyhítik a sofőrhiányt, újabb 2500 hivatásos gépjárművezetői jogosítvány megszerzését biztosítják ingyen. Tiszadobi újítás, közel 1 milliárd forintból folytatódik az Andrássy kastély fejlesztése. Múzeumi állatparki együttműködés, kedvezményt kapnak azok, akik meghatározott időn belül mindkét látványosságot szeretnék megtekinteni. Újabb 2500 hivatásos gépjárművezetői jogosítvány megszerzését biztosítják ingyen. A cél a szállítmányozási szektor szakember utánpótlása. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A programra 2 milliárd forint hazai forrás áll rendelkezésre. A résztvevőknek a jogosítvány megszerzése után tehergépkocsi vagy buszvezetőként állást is biztosítanak. Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ennek érdekében már több mint 630 munkáltatóval kötött együttműködési megállapodást. A korábbi években jelentős igény volt a hivatásos gépjárművezetői programra. A képzésbe már több mint 5100-an be is kerültek. A szállítmányozási ágazatot sújtó több ezeres sofőrhiányt akarják felszámolni, ezért újabb 2500 fő juthat ingyen gépjárművezetői jogosítványhoz. Az érdeklődők tehergépkocsi vezetőnek vagy buszvezetőknek jelentkezhetnek. Azt látjuk, hogy közel 6000 fős gépjárművezető hiány van, akinek azonnali lehetősége, munkalehetőséget tudnak adni, illetve a fuvarozói szakmában is azt látjuk, különösen a személyszállítás vonatkozásában, hogy egy fajta előrehelyezés is figyelhető meg, tehát többen nyugállományba vonulnak. Tehát kettős feladat van, egyrészt az, aki nyugállományba vonul, annak a pótlása, másrészt az új kamionokra, autóbuszokra is kellenek munkavállalók. A jelentkezésnek természetesen feltételei is vannak. Alapfokú iskolai végzettség, minimum 2 éves B-kategóriás jogosítvány. A tehergépkocsi vezetőknél 18 év a korhatár, autóbuszvezetőknél pedig 21 éves kor. További feltétel, hogy aktív tanulói jogviszonnyal nem rendelkezhet a jelentkező. A résztvevő egy szigorú kiválasztási évrendszeren keresztül tud a programba kerülni. Gondolok itt egy KRESZ alapú szintfelmérőre, egy egészségügyi alkalmassági vizsgálatra, egy vezetéstechnikai szimulációs vizsgálatra, egy kompetencia vizsgálatra és 3-as vagy 2-es kategóriai PAL vizsgálatra. Hogyha minden sikeresen teljesült, akkor a leendő munkáltatójával egy interjút is lefolytat az egyén. A pálya alkalmassági, azaz a PÁV vizsgálat költségeit a jelentkezőnek kell megelőlegezni, amit később visszafizetnek majd neki. A 6000 fős munkaerőhiányt a szakemberek szerint még így is nehéz pótolni. Erről is beszélt az egyik fuvarozói cég szállítmányozási osztályvezetője 35 perc című műsorunkban. Első körben, amit látok, a mai fiataloknak azért vonzó, és most egyenlően csak a fiatalokról beszélnék, ez a lehetőség, mert igazán kiemelkedő kereseti lehetőségek kecsegteti őket. Az már egy másik kérdés, mikor megtapasztalják a szakma árnyoldalát. Ezzel azt értem, hogy ugye nagyon sokszor előfordul az, hogy külföldön kell hétvégézzenek, és ott nyilván benzinkutak, vagy erre kialakított létesítményekben kell töltsék nyilván a kamionban több esetben az éjszakákat. Na, ez szokott lenni a nehezebb része a feladatnak. A másik oldal, hogyha esetleg már egy középkorosztályról beszélünk, talán azt tapasztalom, hogy inkább ott a modern kornak a vívmányai, ami feladatot szoktak okozni. Az OFA országosan 638, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 35 munkáltatóval kötött együttműködési megállapodást. Ezek a cégek hosszú távon munkahelyet biztosítanak azoknak, akik sikeresen befejezik a képzést. Az ingyenes tanfolyamokra az ofa.hu-n lehet jelentkezni. Közel 1 milliárd forintból folytatódik az Andrássy kastély fejlesztése, mondta a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa egy tiszadobi kiállítás megnyitón. A Főúri pompa az Andrássy család asztalán című tárlat nem mindennapi. A világhírű herendi porcelánokból nyílt kiállítása tiszadobi kastélyban. A 19. században indult manufaktúra tárgyait elsősorban a főúrak, királyok és császárok használták, így egykori otthonukba térhettek haza a kiállított használati tárgyak. A tiszadobi 2700 négyzetméteres Andrássy kastély a franciaországi Loire folyó menti kastélyok mintájára épült 1880 és 1885 között.
Az épületet az Osztrák-Magyar Monarchia első külügyminisztere Andrássy Gyula építette. A sok tornyos kastélyt neogótikus, romantikus stílusjegyek jellemzik. A Tisza partjához közel magaslaton épült, így kiemelkedik az ártér lapájából. Udvarán angol kertet alakítottak ki még az 1880-as években. A Buxus labirintus azóta is a park égköve. A tiszadobi kastélyt 2,2 milliárd forint uniós és hazai forrás segítségével legutóbb 2014-ben újították fel. Az első fejlesztési ütemhez kapcsolódva további beruházásokra a GINO program segítségével további közel 1 milliárd forintot biztosítanak. Olyan új kertes installációk jönnek majd létre, ami az Andrássy családra emlékezik meg elsősorban, ugyanakkor emellett életmódtörténeti érdekességekkel szolgál, gasztronómiai érdekességekkel szolgál, bemutatja az épület falai között zajló egykori életet a 19. század végén, és a kastély üzemszerű működését szintén górcső alá veszi. A látogató szembesülhet azzal, hogy milyen volt a hétköznap és milyen volt az ünnep egy ilyen historizáló kastélyban a 19. század végén. Virág Zsolt beszédében hozzátette, a megyében a Kisvárdai vár és a Komlott-tót falui Becski kúriára további mintegy 2 milliárd forintot biztosít a nemzeti program. A tiszadobi kastélyban jelenleg herendi porcelánból megterített főúri asztalt és további használati tárgyakat láthatnak a látogatók. A kiállítás a főúri pompa az Andrássy család asztalán címet kapta, hiszen a 19. században létrehozott manufaktúra termékei elsősorban a királyok és a császárok kedvelt tárgyai voltak. A herendi porcelán manufaktúra évente 10-12 ehhez hasonló tárlatot szervez ország és világszerte. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy egy újabb állomás helyére érkezhetett el a herendi porcelán, ebbe a gyönyörű, nagyon szépen felújított tiszadobi Andrássy kastélyba. Nem az első alkalom, hogy Andrássy kastélyt látogatunk meg, hiszen néhány évvel ezelőtt a Felvidéken a Betléri Andrássy kastélyt is meglátogattuk, és ott is megmutathattuk azokat az értékeket, amelyet ma Herend képvisel. Mert azt is őszintén és nagyon nagy örömmel tudjuk mondani, hogy nagyon nagy választék van a herendi formában és dekorációban. Herend 16 ezer fehér formával, 4 ezer festett mintával, mintegy 64 millió különböző termékkel rendelkezik. A tiszadobi kastély a kiegyezés évfordulója alkalmából számos kulturális rendezvénnyel készül ebben az évben. A jelenlegi tárlatot csak a húsvéti négynapos ünnepi időszakban már közel 3000-en keresték fel. A paksi atomerőmű bővítése nem lezárt téma, még megállítható, véli Sallai Róbert Benedek, az LMP országgyűlési képviselője. A politikus nyíregyházi sajtótájékoztatóján az is elhangzott, a párt szerint a Paks 2-re szánt forrásból a legtöbb magyar háztartás és kisvállalkozás napelemeket kaphatna, valamint a kistérségi szélenergia hasznosítás is kialakítható lenne. Az LMP népszavazást szeretne az atomenergia bővítés kérdésében, tette hozzá Sallai Róbert Benedek. Meg kell fontolni a megyében élő embereknek, hogy mi a jobb nekik. Az, hogyha megvan a lehetőségük arra, hogy támogassanak egy atomenergiát, ami kiszámíthatatlan, fenntarthatatlan, és nagyjából a 20. század technológiai hátterét tudja biztosítani, vagy az a jó, hogyha egy energiafüggetlenséggel a családi házakat függetlenné tudják tenni a teljes áramellátástól, és ingyen energiát tudnak teremteni. Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Állatpark és a Józsa András Múzeum. Május 1-től 10%-os kedvezményt kapnak a belépőjegyek árából azok a látogatók, akik meghatározott időn belül mindkét látványosságot szeretnék megtekinteni. A szerdai sajtótájékoztatón a Sóstói Múzeum falu majálisának programjait is nyilvánosságra hozták. A hazai és a külföldi turisták körében is népszerű a Nyíregyházi Állatpark, a Sóstó gyógyfürdői látványosság tavaly 480 ezer vendéget fogadott. Az idei szezonban tovább nőhet a látogatószám, hiszen a most megkötött megállapodásnak köszönhetően a Józsa András Múzeumot és a Kálai Házat felkereső vendégek a múzeumi belépőjegyeik felmutatásával 10% kedvezményt kapnak az állatparkos jegyváltáskor. Ez az ajánlat mindkét irányban érvényes, a kedvezményt a múzeumban vagy az állatparkban történő jegyváltástól számítva 5 napig lehet igénybe venni. Az állatpark vezetője szerint a 2016-os év az állatpark fennállásának második legjobb éve volt. Ma pillanatnyilag Magyarország leglátogatottabb vidéki közgyűjteményéről beszélünk.
sehol nincs ennyi látogató a vidéki Magyarországon, úgyhogy hogyha hosszú távon ennyi vendégünk lesz, mi már azzal is meg vagyunk elégedve. Az pedig, hogy Nyíregyháza kulturális intézményeivel ilyen-olyan-amolyan együttműködést alakítunk ki, az szinte természetes, hiszen nagyon fontos, hogy a város értékeit együtt propagáljuk, és csaljunk innen minél több turistát. A sóstói múzeumfalu évente körülbelül 60 ezer, a Józsa András Múzeum pedig csaknem 10 ezer látogatót fogad évente. Az intézmény vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, szeretnék a látogatószámot növelni, ehhez pedig fontos az állatparkkal megkötött megállapodás. Egyelőre próbaidőként ez év végéig kötjük meg ezt a szerződést, és hát hogy a számok is árulkodnak, tehát a leendő fejleményről, tehát ahogy az állatparkban 500 ezer ember látogat el, és a Józsa András Múzeumban ennek a töredéke, tehát azért mondom, hogy csak mi nyerhetünk ezzel, mi bízunk abban, hogy nagyon sok látogató, aki az állatparkot meglátogatja és bemutatja itt a jegyet, az 10% engedményt kap a múzeum belépőjéből, de ez fordítva is igaz, hogy aki eljön a múzeumot megnézni és kulturálódik, egy kulturális szórakozást szeretne, akkor pedig utána egy szabadabb szórakozással az állatparkban ugyanúgy 10%-os engedményt kap. A sajtótájékoztatón bejelentették a sóstói múzeumfalu május 1-jei programjait is. Az idei majálison a májusfa állítással kapcsolatos népszokásokat elevenítik fel Nyíregyháza sóstógyógyfürdőn. Tóth Krisztina, József Attila díjas költő Nyíregyházán járt. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Két ezüstérmet nyert a debreceni felnőtt országos úszóbajnokságon Szurovcsák Ivett. A nyíregyházi versenyző az 50 és a 100 méteres mellúszás döntője után állhatott fel a dobogó második fokára. Rázd fel magad elnevezéssel 6. alkalommal tartottak városi sportnapot Újfehértón. Az egész napos rendezvényen közel 1000-en mérték össze tudásukat a Városi Szabadidőközpontban. A sportbarátok hagyományos és tréfás sportversenyeken vettek részt. A Költők egymás közt című irodalmi sorozat keddi résztvevője Tóth Krisztina költő, író, műfordító volt, akivel Kürti László beszélgetett a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A József Attila díjas szerző legújabb gyermekeknek szóló könyvét is bemutatta, amely néhány hete jelent meg Felhőmeség címmel. Vonalkód, pixel, akvárium, világadapter. Csak néhány cím Tóth Krisztina korábbi művei közül. Ő az egyik legolvasottabb magyar szerző, akinek számos irodalmi díjjal ismerték már el munkáját. 10 verses és 6 prózakötete jelent meg, műveit több mint 10 nyelvre lefordították. Regényei és novellái olvashatóak többek között németül, franciául, finnül és spanyolul is. A gyermekirodalomban szokatlan témájú, humoros hangvételű, a tabu témákat könnyedén feldolgozó műveivel hívta fel magára a figyelmet. Tóth Krisztina úgy gondolja, az a tény, hogy kezdetben verseket, ma pedig prózát is ír, egy természetes érlelődési folyamat része, a különböző műfajokban általában párhuzamosan alkot. A próza pedig olyasmi, amin hosszabb távon gondolkodik az ember, tehát az mindig ott van a háttérben, és akkor újabb és újabb fejezetekkel egészítem ki azt a készülő prózai munkát. Igazából azt mondanám, hogy az alapanyag természetétől függ. Az irodalmi témájú beszélgetések szervezője Kürti László, aki az elmúlt hónapokban a kortárs irodalom legismertebb képviselőit hívta el Máté Szalkára, Vásárosnaményba és Nyíregyházára. Az olvasók így találkozhattak többek között Szabó T. Annával, Térei Jánossal és Jónás Tamással is. A Máté Szalkán élő Kürti Lászlónak néhány héttel ezelőtt jelent meg a Csalásról című verses kötete, most pedig hangos könyv kiadására készül. A szerző szerint egyre nagyobb az igény a hangos könyvekre, így talán többen befogadják azokat a verseket, amik első olvasatra nehéznek tűnnek. Egy színművészen keresztül, ha hallhatjuk, és újra is újra hallhatjuk, sokkal komolyabb és sokkal könnyebb a befogadás is, úgyhogy ez a lemez abból az ambícióból született, hogy mondjuk az autóban ülve, vezetve egy hosszú úton nagyon jó
lehetőséget kínál arra egy interpretált szöveg, egy színművész általi értelmezett szöveg, hogy a befogadót megtalálja még inkább. Az irodalombarátok a keddi találkozón azt is megtudhatták, hogy Tóth Krisztina legfrissebb könyve, az 50 novellát tartalmazó Párduc bomba a könyvhétre kerül majd a boltokba. Két ezüstérmet nyert a debreceni felnőtt országos úszóbajnokságon Szurovcsák Ivett. A nyíregyházi versenyző az 50 és a 100 méteres mellúszás döntője után állhatott fel a dobogó második fokára. Urbin Tamás tanítványának célja, hogy a két szám közül az egyikben ott legyen a nyári budapesti világbajnokságon. Az elmúlt hét második felében Debrecenben rendezték meg az úszók 119. felnőtt magyar bajnokságát. A nyíregyházi színeket 10 versenyző képviselte, az egyedül felnőttkorú Szurovcsák Ivett mellett ifjúsági, serdülő és gyermekkorosztályos fiatalok alkották a csapatot. Szinte mindenki egyéni legjobbját úszta, így a csapat a tavalyi 135 bajnoki ponttal szemben ezúttal 190 ponttal zárta az OB-t. A legeredményesebb Szurovcsák Ivett volt, aki a 200 méteres mellúszásban szerzett 7. hely mellett 100 és 50 méteren is ezüstérmes lett. Mind a három számban egyéni csúcsot úszott, és 100-an és 50-en is azt mondom, hogy igen jól megjavított az egyéniét. Azt mondom, most a lehető legtöbbet megtettünk, amit ki tudtunk hozni ebből a helyzetből. Viszont az 50 méter, aminek a rajtján még lehet csiszolni, szerintem ott vannak az elbújt tizedek. A bajnokság előtt sérüléssel bajlódó nyíregyházi úszónő úgy szerezte a két ezüstérmet, hogy mindkét számban legyőzte a világ egyik legjobbjának számító hosszú Katinkát. Nagyon nagy élmény volt, már csak azért is, mert az előfutamunk után láttam, hogy milyen mezőny van a döntőben. Nagyon erős mezőny volt, 100-an is és 50-en is. És ahogy ott úsztam, és láttam, hogy milyen sokan vannak a lelátón, és szurkolnak nekem is, és illetve az ellenfeleimnek, ez egy hatalmas öröm volt számomra. Ivett 100 méteren 200-addal maradt el a nyári budapesti világbajnokság indulási szintjétől. 50 méteren már megúszta a szintet, de csak akkor állhat rajtkőre a VB-n, ha övé lesz a legjobb B-szintes idő. Az 50 métert fogjuk megcélozni, hogy azon próbálunk szintet úszni, illetve a legeredményesebb B-szintesnek lenni, hiszen azon már B-szintünk megvan a VB-re. Hát hosszú Katinkával kell felvenni a versenyt, mert a jelenállás szerint ugye Katinkát nevezte a szövetség 50 méteren, vagy a Katinka csapattag 50 méteren, 100 méteren a Stankovicsan, illetve 200-on a Sebestyén Dalma. A szint teljesítésére június elején a Budapest Open elnevezésű nemzetközi versenyen lesz lehetősége Urbin Tamás tanítványának. Rázd fel magad elnevezéssel 6. alkalommal tartottak városi sportnapot Újfehértón. Az egész napos rendezvényen közel 1000-en mérték össze tudásukat a Városi Szabadidő Központban. A sportbarátok hagyományos és tréfás sportversenyeken vettek részt. 5 évvel ezelőtt azzal a céllal hívták életre a sportnapot Újfehértón, hogy a városban élő fiatalok és kevésbé fiatalok mozgással töltsenek el egy napot. Az elmúlt fél évtizedben népszerűvé vált a rendezvény a városlakók körében, a 6. Rázd fel magad elnevezési sportnapon közel 1000 résztvevőt fogadtak a szervezők. Magán a délelőtti sorversenyen, ahol ugye alsósok és felsősök szerepelnek, körülbelül 100 diákot mozgatunk meg, és természetesen hozzák magukkal a szurkolótábort, amit szerintem hallottatok is. Egy olyan 300-400 főt megmozgatunk a délelőtt folyamán, illetve a délután folyamán az úszóversennyel, a felnőtt sorversennyel, a különböző programokkal még legalább ugyanennyit tudunk megmozgatni, és legalább ennyien jönnek el szurkolni. Az Újfehértói Szabadidő Központ vezetője szerint fontos, hogy a fiatalok rendszeresen sportoljanak. Én, mint volt testnevelő, azt mondom, hogy nagyon jó ez a mindennapos testnevelés, ott, ahol ezt ki tudják használni. Hál' Istennek Újfehértó olyan lehetőségek vannak, hogy a tantervbe be van építve az úszás, tehát aki Újfehértón elvégzi a 8 általános iskolát, az megtanul úszni. Itt van az úszodánk, illetve a környékbeli településekről is vannak, például most, hogyha bemennénk, akkor a Bökönyi általános iskola van nálunk most úszásoktatáson, illetve a Csarnokban az Oltalom iskolának ugyebár nincs még tornaterme, és ő a délelőttöket itt használja ki, mint testnevelési óra keretében. A fiúknál természetesen még mindig a foci a legnépszerűbb sportág, azt is megtudtuk, hogy miért. Megtanulunk veszteni és nyerni, és csapatba lehet játszani, és jól érezzük magunkat.
A gyerekek nem csak azért örültek a sportnapnak, mert az iskolapad helyett a tornacsarnokban töltötték a napot. Nagyon jól éreztem magam, szeretek sportolni, és örülök, hogy az RK Ferenc iskolának a csapatában itt volt, részt vettem. A sportnap a szervezők szerint elérte célját, mivel a különböző versenyszámokban ezúttal nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Újabb 2500 hivatásos gépjárművezetői jogosítvány megszerzését biztosítják ingyen. A cél a szállítmányozási szektor szakember utánpótlása. A programban résztvevőknek a jogosítvány megszerzése után tehergépkocsi vagy buszvezetőként állást is biztosítanak. Ennek érdekében már több mint 630 munkáltatóval kötött együttműködési megállapodást. Közel 1 milliárd forintból folytatódik az Andrássy kastély fejlesztése, hangzott el egy tiszadobi kiállítás megnyitón. A Főúri pompa az Andrássy család asztalán című tárlat nem mindennapi. A világhírű herendi porcelánokból nyílt kiállítás a tiszadobi kastélyban. A 19. században indult manufaktúra tárgyait elsősorban a főúrak, királyok és császárok használták, így egykori otthonukba térhettek haza a kiállított használati tárgyak. Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Állatpark és a Józsa András Múzeum. Május 1-től 10%-os kedvezményt kapnak a belépőjegyek árából azok a látogatók, akik meghatározott időn belül mindkét látványosságot szeretnék megtekinteni. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 26-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel, a következő napokban pedig hűvösebbre fordul időjárásunk. Az éjjel gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, majd estétől megnövekszik a felhőzet, zápor előfordulhat. A déli szél megélénkül, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, zápor előfordulhat, a déli szél megélénkül, délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Pénteken többnyire már felhős időnk lesz, sokfelé várható eső, zápor, erős, gyakran viharos erejű lesz a szél. A délutáni hőmérséklet tág határok között alakul, északnyugaton 10 fok alatti, keleten 20 fok feletti értékek várhatók. A hétvégén már szárazabb, hideg levegő lesz felettünk, emiatt egyre több napsütésre számíthatunk, és a szombati átmeneti hűvös idő után ismét emelkedik majd a nappali felmelegedés mértéke. A jövő héten már meleg, tavaszi idő várható napsütéssel, gomoly felhőkkel.